Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok! Hívja Blomnici Zoltán, alkotmányjogász vagyok, a mai az esteház házigazdája. Vendégem pedig professzor dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a jogtudományok doktora, rendkívüli egyetemi tanár, illetve köztársasági parlamenti képviselő, a VMS szerbiai parlamenti frakciójának vezetője, akivel a több évre visszanyúló ismeretségünk okán tegeződni fogunk. Tisztelettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Egy éves évfordulóhoz közeledünk, amikor egy sajnálatos, szomorú esemény apropóján átvetted a stafétabotot édesapától, a legendás a vajdasági politikustól, Pásztor Istvántól. Egyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy épp elvesztetted az édesapádat, a pártelnököt, a közösség vezetőjét, és meggyászolni sem volt időt, hiszen rögtön megkezdődött a választási kampány. Október 30-án hunyt el édesapád, és november 1-én kiírták a választásokat. Ez egy elképesztően nehéz időszak volt nem csak a családom szempontjából, nem csak a magam szempontjából, hanem a Vajdasági Magyar Szövetség és a teljes Vajdasági Magyar Közösség szempontjából is. Október 30-án elhunyt édesapám, és valóban két napra rá kiírásra kerültek az országos és a tartományi választások Szerbiában. Nem tudok arról, hogy valaha valahol előfordult volna, hogy egy választási kampány úgy kezdődik meg, hogy két nappal azt megelőzően egy közösség elveszíti a vezetőjét. Éppen ezért annak a választásnak és azoknak a heteknek az volt a tétje, hogy a vajdasági magyar közösség politikai tényezőként meg tud-e maradni egyáltalán, hiszen Pontosan tudjuk a történelemből, hogy amikor egy közösség, egy állam, egy nemzet elveszíti a vezetőjét, vagy nemzet nemzetrész, mint ahogy az történt a mi esetünkben, akkor ott különböző belharcokra kerülhet sor, instabilitásra kerülhet sor, interregnumra, bármilyen kavarodásra és bármilyen nehézségekre. Mi meg ezt nem engedhettük meg magunknak, hiszen látjuk például a felvidéki, Magyar testvéreink példájából, hogy amikor egyszer kikerül a parlamentből a magyar párt, akkor hihetetlenül nehéz visszajutni. Éppen ezért volt hatalmas ezeknek a választásoknak a tétje, és akkor én azt mondtam, hogy próbáljunk meg olyan választási eredményt elérni, amelyre Pásztor István büszke lenne és azt gondolom, hogy sikerült most így lassan egy év távlatából elmondható, hogy a tavaly decemberben megtartott országos választások esetében növelni is tudtuk a parlamenti mandátumainknak a számát, hiszen ötről hat fősé duzzadt a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakciója. Kormányzati tényező vagyunk továbbra is, hiszen nyolc államtitkárral rendelkezünk, nyolc minisztériumban van a Vajdasági Magyar Szövetségnek államtitkára a szerbiai kormányban. Ezzel párhuzamosan zajlott a vajdasági tartományi választás is. Ott kilenc mandátumot szereztünk, és továbbra is a mi politikusunk tölti be a házelnöki tisztséget, tehát Pásztor István tisztségét. Juhász Bálint személyében VMS-es politikus a házelnök a tartományban újvidéken, kormányalelnökünk, oktatási miniszterünk van a tartományi kormányban, és hát ezt követően jó néhány hónapra, de szintén még az ide júniusban egy újabb megmérettetés vált ránk, pontosabban kettő, hiszen mi az európai parlamenti választásokat is a saját küzdelmünként kezeljük mindig is, emellett pedig egy önkormányzati választásra is sor került Szerbiában júniusban, meg tudtuk őrizni a polgármestereinket Zentán, Magyar Kanizsán, illetve Topolyán, és összesen 150 önkormányzati mandátumot szereztünk 23 önkormányzat területén. Tehát azt gondolom, hogy ahogy az alapvető szakmánkban, az alkotmányokban ezt mondani szokás, leellenőriztük a legitimitásnak, a felhatalmazásnak a szintjét a lehető létező összes hatalmi szint vonatkozásában. Úgyhogy én büszke vagyok a közösségre is, és a kollégáimra is, a Vajdossági Magyar Szövetség tagjaira, aktivistáira, hogy ezt a hihetetlenül nehéz periódust ilyen eredményekkel tudtuk zárni. Mi is az anyaországban, akik egységes nemzetben gondolkodunk, nagyon büszkék vagyunk. Az október 30-a közel van, készültök a -e megemlékezéssel nyilván, de milyen formában? Létrehoztunk egy alapítványt, a Pásztor István Alapítványt, és létrehoztuk a Pásztor István Díjat a díjat minden évben egy szerbiai és egy magyarországi személy fogja elnyerni. Olyan személyek, akik azon célok valamelyikért, amelyek Pásztor István munkásságát fémjelezték, sokat tettek az elmúlt években, vagy pedig évtizedekben, és a Szabadkai Városháza dísztermében az idén fog először sor kerülni erre a díjat adó rendezvényre, azt megelőzően lesz egy megemlékezés, lesz egy szentmise, és annak a napnak a délelőttjén Noszán, egy kis bácskai településen a helyi művelődési otthonnak a homlokzatán leleplezünk egy emléktáblát is, amelyen az szerepel, hogy ez a művelődési otthon az ő munkája közbenjárása nélkül soha nem épült volna föl, ezt a helyiek kérték, és az öcsémmel természetesen nagy örömmel hagytuk jóvá, hogy ilyen módon is a helyiek tisztelegjenek az emléke előtt. Kövér László legutóbbi látogatása keretében megerősítette, hogy a VMS nem csak híd, hanem motorszerepet is betölt a szerbiai kormányzat és a magyar kormányzat közötti virágzó kapcsolatok tekintetében, nem csak tehát a kulturális érték megőrző funkció az, amelyet betölt, de gazdasági kapcsolatok tekintetében is nagyon sokat tesztek. Az elnök úrral kettő nagyon gyümölcsöző találkozónk volt azokban a napokban, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai keretbe foglalták az ő hivatalos szerbiai látogatását, hiszen először Szabadkára érkezett, ahol a székházunkban folytattunk beszélgetést, azt követően indult tovább Belgrádba, ahol másnap a az államfővel, a parlament elnökével és a miniszterelnökkel is, meg a baráti tagozat tagjaival, a parlamenti szerb-magyar baráti tagozat tagjaival találkozott, és a VMS Parlamenti képviselőcsoportjával fejezte be a kétnapos látogatását. Erégi támogatónk kövér László, hiszen amikor a szocialista kormányzat idején Magyarországon elaltatták a máértot, akkor a Kárpát-Pedencei Magyar Képviselők Fóruma volt az egyetlen Kárpát-Pedencei Magyar Nemzetpolitikai Fórum. Éppen ezért nekünk elsősorban természetesen a kormányzattal van jó kapcsolatunk Magyarország kormányával, és minden az identitás megőrzést szolgáló és a gazdasági felzárkózást szolgáló intézkedés Magyarország kormányától ered. Ugyanakkor ennek van egy jogszabályi háttere alapja, ez meg a magyar alaptörvény, illetve azok a törvények, amelyeket az országgyűlés fogad el. Éppen ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy a magyar parlament vezetésével is ilyen legyen a kapcsolatunk. Ezt fontosnak tartom elmondani, hogy a legnehezebb periódusban, október 30-át követően tavaly, nagyon fontos volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr engem november 10-én fogadott, és hogy konkrét ügyekről tudtunk beszélni, illetve nem csak beszéltünk ezekről az ügyekről, hanem meg is valósultak. Az egyik a határátkelők kérdése volt, a másik a Szeged-Szabad- a közötti vasútnak az elindítása, illetve a menetrendnek a kérdése. El is indult ez a vonat tavaly november folyamán, Lázár János miniszter úrral utaztunk Szegedről Szabadkára az első hajnali vonattal tavaly novemberben. A harmadik pedig a gazdaságfejlesztési programnak a továbbvitele volt, és három évet követően tudtunk újabb pályázati kiírásokat megjelentetni. Ez az ötlet is Pásztor Istvántól származott, aki nyolc évvel ezelőtt vajdasági magyar szakemberekkel kidolgoztatta a vajdasági gazdaságfejlesztési tervet, majd bekopogtatott Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz kérve a kormány anyagi támogatását is annak megvalósulásához. És nyolc év távlatából elmondható, hogy hát mi az egyszerűség kedvéért euróban szoktunk számolni, nagyjából 500 millió euró, tehát fél milliárd euró az, ami befektetésre került vajdaságban. Amikor befektetésről beszélek, akkor pedig arra gondolok, hogy vajdasági magyar mezőgazdasági termelőket tudtuk abban segíteni, hogy versenyképesek legyenek. Falusi házakat vásárolhattak vajdasági magyar családok, magyar tulajdonban levő cégek fejlesztési elképzeléseit tudtuk megvalósítani, termőföldvásárlásra is sor került, és csak a november óta. Meghirdetett pályázatok esetében ez 12,5 millió euró. Néhány héttel ezelőtt Magyar Levente helyettes úr járt nálunk, akivel közel 700 mezőgazdasági termelővel kötöttünk szerződést, és mindez azt bizonyítja, hogy mindenféle külső politikai és gazdasági nehézség dacára arra való tekintettel, vagy arra való tekintet nélkül, hogy az Európai Unió teljes mértékben jogszerűtlen módon költségvetési eszközöket tart vissza Magyarországtól, annak dacára, hogy a szomszédban egy háború dúl, amelynek természetesen negatív gazdasági lecsapódásai is vannak. Ez a program töretlenül működik, segítve a vajdasági magyar gazdákat, termelőket, vállalkozókat, munkavállalókat, és hát ez fejezi ki leginkább, hogy Magyarország kormánya mit gondol a magyar nemzetről, illetve a magyar nemzet egységéről. Orbán Viktor nemrégiben úgy fogalmazott, hogy kihúzták a legerősebb tartógerendát a magyarok és a szerbek együtt rakott épületéből, Alexander Vucic pedig abbéli reményének adott hangot, hogy senki nem rombolja le azt, amit Pásztor István felépített. Mind a két államvezetője nagyon nagy tisztelettel és nagyra becsüléssel beszélt édesapádról, de abban is fontos szerepe volt Pásztor Istvánnak, hogy a két vezető is kifejezetten jó kapcsolatokat a és számíthatnak egymásra. A magyar külügyminiszter rendre felhívja arra a figyelmet, és megjelöli azt a súlyos problémát az európai integrációs folyamatban, hogy Szerbiát subjektív szempontok alapján hátrébb sorolják például Ukrajnánál, és még sorolhatnánk azokat a téves jellemzőket, amelynek okán csúszik a szerbiai integráció, amikor a két állami vezető találkozik rendre, a VMS is jelen van. Így van, és ezért tartottam én fontosnak, hogy a tragédiát követően megerősítsük a szövetséget Orbán Viktorral és Alexander Vucsittyal is, és ez meg is történt még tavaly az év végéig a közelmúltban volt Berlinben egy rendezvény, ugye a berlini folyamat tíz éves, és jelen volt a magyar meg a szerb miniszterelnök is, tehát nem Alexander Vucic, aki a köztársasági elnök, hanem Milos Vucsevic, és Milos Vucsevic úgy nyilatkozott a találkozót követően, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr úgy beszélt ezen a rendezvényen, mintha a Szerbia köztársasági elnöke beszélt volna. Ez azért nagyon sokat elárul arról, hogy Szerbiának nincs nagyobb támogatója, mint Magyarország, mint Magyarország kormánya, valóban minden fórumon miniszterelnök úr is, külügyminiszter úr is, mások is, akik megtehetik, Szerbia mellett szólalnak föl, hiszen valóban teljes mértékben méltánytalan az, ami Szerbiával történik, az Európai Unióhoz történő közeledés folyamatának a lassúságára gondolok. És valóban Pásztor Istvánnak volt a legnagyobb szerepe abban, hogy teljes joggal mondható el az, hogy Magyarország és Szerbia történelem során, talán bizonyos kor-középkori rövid időszakokat leszámítva, de hát az elég régen volt, nem volt ilyen viszonyban egymással. És én elmondtam többször a szerbiai parlamentben is felszólások formájában, hogy az, amit mi, magyarok és szerbek el tudtunk közösen érni, ezt a történelmi megbékélést, amelynek az első állomása az volt, hogy 2013-ban a szerbélyi parlament elfogadott egy határozatot az 1944-45-ös magyar ellenes atrocitások elítéléséről, majd Áder János akkori köztársasági elnök mondott beszédet a belgrádi parlamentben újra bocsánatot kérve a hidegnapokért másnap pedig közösen a két akkori államfő koszorúzott a két csurogi emlékműnél. A csurok szimbolikus jelentőségű, hiszen 1941-42-ben is, illetve 44-45-ben is nagyon sok ártatlan ember esett áldozatul, és ezen kívül azon három település egyike csúrog, amelynek a teljes magyar lakosságát háborús bűnösként elítélték a kollektív bűnösség elve alapján, majd 2014-ben a szerbiai kormány kívül helyezte ezeket a 44-45-ben meghozott Partizán határozatokat, amelyekkel ez megtörtént, tehát lekerült a vajdasági magyarságról a kollektív bűnösségnek a bélyege, ez Kárpát-pedencei összehasonlításban a többi nemzet részhez hasonlítva is egy egyedülálló eredmény, és ez Pásztor Istvánnak az érdeme. És többször elmondtam a szerbiai parlamentben, hogy az, ami nekünk magyaroknak és szerbeknek sikerült, az összeurópai vonatkozásban is esetleg a németeknek és a franciáknak, meg a németeknek és a lengyeleknek sikerült. Tehát ebből következik, hogy a probléma nem a magyarokban és nem a szerbekben van, és itt elsősorban Szerbia egyéb más szomszédaira utaltam, hiszen ha mi magyarok a szerbekkel ezt el tudtuk érni, akkor el kellene, hogy tudják érni a horvátok is, bosnyákok is, mások is. Ugyan a történelmi távlatok rövidebbek, de ennek ellenére azt gondolom, hogy ez, amit mi elértünk, ez egy valóban történelmi esemény. És minden úgy indult, hogy még 2008-ban, amikor a Fidesz is ellenzékben volt Magyarországon, meg a jelenlegi kormányzó erők Szerbiában is ellenzékben voltak. Pásztor István a mostani államvezetőket bemutatta egymásnak itt Budapesten, és azóta építjük ezt a stratégiai partnerséget, ami most már nem csak államvezetők közötti jó kapcsolat, nem csak kormányzatok közötti jó kapcsolat, hanem nemzetek és országok közötti jó kapcsolat is. Azáltal, hogy le tudtuk zárni a történelmünknek a legfeketébb fejezeteit, és ezt úgy tudtuk lezárni, hogy emelt fővel tehettük, elkezdhettünk foglalkozni szilárd és becsületes alapokra helyezve, gazdaságfejlesztéssel, infrastruktúrafejlesztéssel, és egyéb olyan ügyekkel, amelyek az emberek jóléte szempontjából fontosak. Kisebbségi sorsban minden nap a megmaradásért folytatott küzdelem, tehát itt nem lehet hátradőlni, hanem nagyon gyakran előfordul, hogy olyan jogok, amelyeknek a meglétét már kiharcoltuk, meg kell védeni, annak ellenére, hogy még a szerbélyi alkotmány értelmében is tilos a szerzett jogok szintjét csökkenteni, de azért ilyen próbálkozásokkal. Sok alkalommal találkoztunk az elmúlt évtizedekben, nem feltétlenül rossz szándékból, hanem felületességből vagy valami más miatt. Éppen ezért az oktatás témáját szoktam példaként felhozni. Nekünk minden magyar gyermekért küzdenünk kell, hiszen annak ellenére, hogy ilyen jó a két ország közötti kapcsolat, és hogy ilyen eredményeink vannak, azért a vajdaság magyar közösség életében is a, a fogyás az egy igencsak kitapintható folyamat. Erre szoktuk azt mondani, hogy vajon mi lenne, hogyha mindebből semmi nem valósult volna meg, amit a magyar kormány támogatásával megvalósítottunk, akár az oktatási nevelési támogatások, akár a kollégiumi rendszer, akár az ösztöndíjak, akár a gazdaságfejlesztés vonatkozásában. Mi eljutottunk odáig, hogy annak ellenére, hogy a szerbiai törvény értelmében 15 fővel lehet osztályt nyitni, mi már 5 fővel osztályt tudunk nyitni, és ahol ez reális opciót küzdünk azért, hogy a magyar nyelvű osztály meg is nyíljon, ez elsősorban a szorványban fontos. Ugyanígy tovább kell vinni a gazdaságfejlesztési tervnek a megvalósítás, az infrastruktúra fejlesztés nagyon fontos, tehát az a, a lényeg, hogy a vajdossági magyar közösség tagjai otthon érezzék magukat a szülőföldjükön, és ehhez most már nem nagy stratégiákra van szükség, egyszerűen minden családért, minden gyermekért küzdeni kell, és hát ezt teszi ki a Vajdossági Magyar Szövetség önkormányzati tartományi és országos tisztségviselőinek is a hétköznapjait. Nagyon köszönöm a beszélgetést! A mai vendégem professzor dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt, akivel Pásztor Istvánról, Pásztor István örökségéről, a VMS elnöke előtt álló kihívásokról, a kiváló magyar-szerb kapcsolatokról, és kicsit a jövőről, ami közös jövőnkről beszélgethettünk. Köszönni a figyelmüket az este mai házigazdája, ifjab Blomnici Zoltán alkotmányogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok!